Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. A Bonyhádi Helyi Választási Bizottság tagjai tették le esküjüket. A hivatal és a képviselőtestület elköszönt Hegedűs Évától, aki több cikluson keresztül volt a bizottság elnöke. Puskásné Szögi Petra, a városi edzője, a helyi választási iroda vezetője arról tájékoztatta híradónkat, hogy a város Fidesz-KDNP-s jelöltjei és polgármester jelöltje is leadta az induláshoz szükséges ajánlóíveket. Megállapítást nyert egyébként, hogy a valamennyi ajánlás, amit leadtak, a szükséges számot eléri, ezért a mai napon a helyi választási bizottság összeült, és a helyi választási bizottság nyilvántartásba is vette a Fidesz-KDNP valamennyi jelöltjét, 8 szavazókörben, illetőleg polgármester jelöltként Filóné Ferenci Bolyát nyilvántartásba vette. Megtartotta alakulését Pakson is a választási bizottság. A helyi testület elnökévé Bedecs Ferencet választották, aki korábban is ellátta a feladatot. 21 darab jelölt bejelentés érkezett mostanáig. Az ülésen az eddig leadott ajánlóívek alapján 21 jelöltet vettek nyilvántartásba, melyet a választási bizottság ellenőrzött és mindent rendben talált. Lesznek még jelöltek, hiszen vannak olyan jelöltek, akik vittek ki ajánlóívet, de még nem adták le, de hát erre ugye idejük is van még. Tehát szeptember 9-én és 10-én biztosan ülést fog tartani a választási bizottság, hiszen 9-én a jelöltek sorsolását fogja elvégezni, és 10-én pedig majd a listák sorsolását fogja elvégezni. Pakson 2019-ben is 8 egyéni körzetben választanak önkormányzati képviselőket, és 3 listás helyről döntenek voksukkal a szavazók október 13-án.